A mi Urunk Jézus Krisztus kénszenvedése, Szent János evangélista szerint. Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyön túlra, ahol egy kert volt, és bement oda tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapatot, katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda a lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel felszerelkezve. Jézus tudott mindent, ami rávárt. Eléjük ment tehát, és megkérdezte tőlük, kit kerestek? Azok ezt válaszolták, a názareti Jézust. Jézus erre így szólt, én vagyok. Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Mikor azt mondta nekik, én vagyok, meghátráltak és a földre estek. Ezért újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Azok ezt válaszolták, a názareti Jézust. Erre Jézus így szólt, megmondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így beteljesedett, amit korábban megmondott, senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál. Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott vele, levágta a jobb fülét. A szolgának Márkusz volt a neve. De Jézus rászólt Péterre, tedd vissza a hüvelyébe kardodat. Ne igyon ki talán a kelyhet, amelyet az atya nekem adott. Ekkor a csapat, az ezredes és a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vezették, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehetett Jézussal a főpap udvarába, Péter pedig kint várakozott a kapu előtt. A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, visszajött is, szólt a kapuban őrködő lánynak, és bevitte Pétert. A kaput őző szolgáló közben megjegyezte. Talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy. Ő azt felelte, nem vagyok. Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek tüzet raktak, hogy fölmelegedjenek. Péter is köztük áldogált és melegedett. A főpap eközben tanítványa és tanítása felül faggatta Jézust. Jézus ezt válaszolta neki. Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahol minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem. Imelyek tudják, hogy miket mondtam. E szavakra az egyik ott álló szolga arcol ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Jézus ezt mondta neki. Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat. Ha viszont jól, akkor miért ütsz engem? Mennyei Atyám! Szent fiad halálát a te néped saját feltámadásának a reményében ünnepelte. Kérünk, áradjon népedre bőséges áldásod, nyerjen bocsánatot, részesüljön vigasztalásban, szent hite növekedjék, és jusson el az örök üdvösségre Krisztus a mi Urunk által.